Szeptember 30-án vasárnap délután 3-kor transportálj a Vault 51 Gamer Barba és töltsd a nap hátra levő részét izgalmas programokkal, valamint a Star Trek sorozatok magyar hangjaival. R. Kárpáti Péter, Horányi László, Varga T. József, Horváth Lili, Pálfai Péter, Vas Gábor, Holnándor és Németh Gábor mellett Kömlődi Ferenc jövőkutatóval és Kő Gergellyel a Star Trek rajzfilm sorozat szinkronrendezőjével is találkozhatsz. A quizben pedig egy kétnapos, két személy németországi utazásért mérheted össze a tudásod a rajongókkal. A belépés ingyenes. Az eseményt űrszekerek közösség találkozó néven keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, a Volt 51 Gamer Bar Oktogon, a Direct Dub Synchron Studio és a Dance FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Hírpulzus, az Impulzus Podcast külön kiadása. A fedélzeten Attila, Dév és Ádám. Sziasztok, hallgatók! Ez itt a Hírpulzus, az Impulzus Podcast különkiadása. Kivételesen velem, én leszek ma a leader, a műsorvezető, de hát itt vannak az elengedhetetlen flotta tisztek, Dév és Attila személyében. Nem fogjuk sokáig húzni a mai adást, három nagyon-nagyon menő témánk van. Az egyik, hogy James McAvoy, aki egyébként a fiatal Xavier professzort alakította a X-Men filmekben, felajánlotta, hogy szívesen újra Patrick Stewart fiatalkori önmagát alakítja, ha erre igény van, azokban a jelenetekben, az új Picard sztoriban, ahol mondjuk flashbackek, visszaemlékezések vannak. Ezen kívül hamarosan indul a Short Tracks első epizódja, Tilly dolgaiba nyerünk bepillantást, és hát természetesen a műsor felvételéhez képest holnap lesz a mi őszi közösség találkozónk, tehát szeptember 30-án erről is fogunk beszélgetni, azonnal kezdünk. James McAvoy egyszer már eljátszotta a fiatal Patrick Stewartot az X-Men filmekben, felajánlotta, hogy újra felhúzza Patrick Stewart cipőjét, ha erre igény van. Mit gondoltak róla? Én mondjuk érdekes ötletnek találom, bevallom őszintén, mert épp nézegettem, hogy nézett ki tényleg így kicsit haj nélkül. Hát esetleg mondjuk egy kis magas sarkú cipőt azért mondjuk egy magasítót fel, mert azért Sir Patrick kicsit magasabb nála. De szerintem akár. Ha más eljátszhatta mondjuk a Nemezisben a fiatal Picard klónt, akkor ő is megteheti. Nekem tetszik az ötlet. És Tom Hardy, ha már itt a Nemezist említetted, mostában ő is elég feljött, hogy a James McAvoynál is az van, hogy a pályáját nagyon építi, és azt hiszem ők nagyon is hasonló korúak, 77-esek, illetve 79-esek, és nagyon feljöttek mozis sorozatos szinten is. Ugye Tom Hardy most például új Mad Max, következő Mad Max-re készül már, Venomban is ott van, akkor ugye a Birmingham bandája, ugye a Peaky Blinders-be, tehát sorra vannak az emlékeztes alakításai, de ugye McAvoy csak kell félteni, hát ő is ugye a legújabb X-Men filmben is ott lesz, ugye a Sötét Főnixben, mint Charles Xavier professzor, hát ugye mióta ez az idő eltódás, vagy alternatív időség létrejött, ugye ő a Charles Xavier. Röviden, én is szívesen látnám McAvoy, de Tom Hardy-t is akár. De érdekes, Attila, te szoktad mondani, hogy nincsen, hogy valaki bejelentkezik egy szerepre Hollywoodban? Tehát mit gondoltak, mit reagálnak majd a producerek, ugye Michael Chabon, vagy ki a itt a fő fejes? Mit szólnak ilyenkor a producerek, hogy valaki jön egy színész, és szeretné eljátszani az ifjú Picard? Összinte szólva egyébként, bocsánat, Attila, mielőtt válasz. Én nem tartom ezt annyira rossz megoldásnak, egy kicsit én ezt azt látom, mint az állandó magyar hangok tekintetében. Hogy egyébként szerintem tök menő, ha a Picard, Patrick Stewart fiatalkori önmagát egy olyan színész játssza, aki már eljátszott a Patrick Stewart fiatalkori önmagát.
Igen, a pontos idézet az mondjuk az úgy hangzana, hogy igen, Hollywoodban nincsen önkéntes munka, de mondjuk néha azért tényleg nem ártana ezen mondjuk változtatni, mert mondom, itt belenézegettem itt ez a új X-Menbe is, szerintem semmi gond nem lenne vele, és tényleg a producereknek, azt mondom, főnököknek, ha van egy kis sütnivaló, akkor azt mondom nekik, hogy tisztelt producerek, akkor tessék, igen, próbálják ki egy castingra, és meglássuk, hogy mi lesz. Lesznek egyáltalán fiatalkori flashbackek? Sajnos volt egy hát rövid nyilatkozat, és itt szerintem Attila, te erről többet is tudsz, hogy volt ez a Rose City Comic Con, ahol ugye jelen volt Marina Sirtis, Michael Dorn és Gates McFadden, és ők azt mondták, hogy sajnos őket egyelőre még nem keresték meg azzal kapcsolatban, hogy szükség lesz esetleg rájuk. Ez valóban így történt, hogy tényleg őket még nem, hogy itt csak itt egy Nemezis utáni Patrick Picard történet, mert tudjuk, hogy azért a Gates McFadden által alakított Dr. Crusher az a Csillagflotta Akadémiáján fog tanítani, nem az akadémián, de ott az egészségügyi intézetben ő lesz az igazgató, tehát ő a Földön van, úgymond elvileg Troi az boldog házas élet a Titán fedélzetén, tehát valószínű, hogy ők tényleg itt a 10 percben, itt valószínűleg csak aki azt mondom, hogy híres, ismertebb színész lesz, az gyakorlatilag Sir Patrick lesz, meg esetleg, hogyha egy tényleg egy fiatalkori énjét valaki eljátsza. Bár jó lehetőség, de van-e szükség a régi TNG-s gárdára, vagy akár a Star Trek kánonból bárkire ebbe a Picard sztoriba szerintetek? Space 2999, a Michael Chabon, ugye a showrunner így harangozta be a Twitterén ezt az egész valamit, sorozatot, vagy minisorozatot. Ugye itt egyrészt utalva a Space 1999-re, ugye ami nálunk Alpha Hold bázis néven futott. Másrészt ugye valamiképpen arra utalhat, hogy 2399-ben játszódhat esetleg, mert talán még Patrick Stewart is valami ilyesmit mondott, hogy 20 év telt el, és már egy nagyon megváltozott Picardról van itt szó, és ugye kánonilag nem tudunk semmit, maximum azt, hogy ugye a Janeway kapitány már admirális a Nemezis idején, a Data, vagyis a B4 majd ugye talán ő veszi át az Enterprise, és a Riker megy majd a segíts nekem Attila, nem a Titán, Titánra? Igen, Titán. De ezek is volt ez a Countdown nevű képregény, ami viszont ugye a Kelvin univerzumhoz volt egy ilyen bevezető, ott a Jean-Luc Picard vulkáni nagykövet, de hát ugye egyrészt képregény az nem kánoni, másrészt másik idősík vagy idővonal. Ott ugye az van, hogy a Romulus pusztul el, de ugye pusztulna el, de ugye Spock ott megakadályozza és az időbe visszakerül, szóval ez egy teljesen más. Reméljük nem kavarják be ide. Maradjon az önálló sztorinak, folytatódjon az a mozifilm, én remélem, de azért itt maradjunk ebben a Prime univerzumban. Számotokra inkább McAvoy vagy Hardy lenne a hitelesebb fiatal Picard kapitány, ha ugyan lesznek flashbackek ebben az új Picard sztoriban. Én egyértelműen inkább azt mondanám, hogy egyelőre McAvoynak szavaznék bizalmat így. Én is, ő már ugye már a negyedik filmben alakítja Patrick Stewart, pontosabban ugye X-professzornak a fiatalabb énjét, vagyis most már az énjét, úgymond vagy önmagát. Én is így hozzákapcsoltam, hogy sosem tudtam teljesen vonatkoztatni, amikor ugye Patrick Stewart-ot láttam ugye az X-Men univerzumban, mert valahogy egy hasonló habitusú embert testesített meg, tehát egy ilyen egy bölcs megfontol, de ugyanakkor egy energikus karaktert, aki már ha nem is akcióhős, de azért egy nagyon pozitív figura volt. Én nagyon nem tudnám képzelni. Tehát ugye McAvoy is volt már kopasz és hajjal dúsított X-professzor is, tehát majd itt is meglátjuk, hogy melyikkel tudná jobban hitelesebben alakítani a fiatal Picard. Menjünk is tovább, indul a Short Tracks, ugye ezek a bizonyos 4 darab 10 perces a Discovery sorozathoz kapcsolódó ilyen kis rövid, hát webszéria, rövid kis epizódok. Mit lehet erről tudni, Dave? Már kaptunk egy nagyon rövid előzetest, hát ugye a 10-15 perc közötti időhöz képest viszont elég hosszú, mert egy több mint fél perces előzetest, tehát ha úgy veszik, akkor egy bizonyos hányadát már láthattuk is a leendő epizódnak, amit október 4-én csütörtökön láthatnak a CBS All Access nézői, a hazai nézők pedig különböző alternatív forrásokból juthatnak hozzá, mivel nincs európai forgalmazás, és arról sem tudunk, hogy a Netflix forgalmazná ezt a rövid film sorozatot, ugye mikrosorozatnak
is nevezte, azt hiszem, Michael Chabon nemrég, ugye a Pikáros sorozatnak a showrunnerje, ő is fog majd egy epizódot rendezni. Szóval Tilly zászlós látjuk, én már zászlós egyenruhában, de még mindig a Merida vörös hajkoronával, sokan üdvözlik és az ő karakterének a visszatérését. Állítólag ezek a karaktereket mélyítik el, egy picit hozzátesznek majd az egész Discovery univerzumhoz, de inkább a karakterre fókuszálnak rá. A Tilly teljesen egyedül az étkezdében, ebben az előzetesben. Ez már gyanús, amikor látunk valamilyen, mondjuk egy epizód úgy nyílik, hogy valaki teljesen egyedül van a hajón, vagy az étkezdében, akkor felmerül a gyanú, hogy ha valóságot látjuk, netán az illető álmodik, vagy valami netán virtuális valóságban van, nem tudhatjuk, de a lényeg az, hogy nézzetek meg az előzetes, mert elérhető különböző platformokon, Tilly valamilyen kísérteties jelenséggel találkozik. Azt mondhatnám, hogy Tilly volt az egyik legjobban fejlődő karakter tulajdonképpen magában az egész Discovery-be. De kíváncsi leszek, hogy erre a rövid short track-re is, meg az, hogy mi lesz például a második évadban. Mit tudnak kihozni a karakteréből, és mit tud a művésznő kihozni ebből. Meglátjuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek ugye van az a 4 darab short track. Ez időben, ez hova teszik? Mert ugye az első évad az véget ért egy hatalmas cliffhangerrel, meg lesz majd a másik évad, elkezdődik valahol. Akkor ez a 4 epizód, ez időben, ez szerintetek hol tud játszódni? Mert nyilván, hogy nem ezzel kezdődik a másik évad cselekménye. Tehát egyik sem arról szól, hogy az Enterprise-ról visszaválaszolnak, vagy tovább folytatódik ott a cselekmény, ahol abban maradt. Tehát itt előbb játszódik, vagy ezek csak ilyen levegőben lógó kis 10 percesek lesznek? Ez nagyon jó kérdés, hiszen ugye, ahogy te is mondtad, ugye most már zászlós a Tilly. Ami ugye azt jelenti, hogy az első évad vége után játszódik gyakorlatilag, de még azt megelőzőleg, hogy az Enterprise-szal találkoznak. Én ezt gondolom egyébként, de szerintem kifejezetten úgy is írják meg, hogy ne legyen fontos ilyen értelemben az idő elhelyezése, de hát itt természetesen szerintem azért a második évadot vezeti ezt föl valamilyen úton, módon. Lehet, hogy vagy felvezetés lesz, vagy pedig valami olyasmi, ami mondjuk, mintha azt mondanánk, hogy egy ilyen kimaradt jelenet lenne mondjuk az első évadból, mert akár az is lehet, vagy pedig, minthogyha beilleszkedne, mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy valahol, minthogyha második évadban történne, valamelyik epizódhoz valahon fog kapcsolódni, csak addig még nem értjük meg, hogy pontosan, hogy mi történik teljes részletességében, míg meg nem lássuk majd a második évadot, mert akár ilyen kapcsolódás is el tudok képzelni, mondjuk máshol már voltak ilyen tapasztalataim egyébként, az inkább irodalmi témában. Ez egy nagyon jó felvetés, amit mondtál, Attila, hiszen ez egy nagyon jó módszer arra, hogy lebegtessünk, hogy valahol azért ez a short track lógjon is egy kicsit a levegőben, önállóan is értelmezhetőek legyenek az epizódok, jobban bemutassák a karaktereket, de ugye egyébként hogy valahogy mégis kapcsolódjon esetleg a második, vagy akár az első évad történéseihez. Stargate Universe esetében már láttunk ilyet, amik ugye önállóan is értelmezhető epizódok voltak ezek a kínó felvételek, mint webszéria, de hozzátettek a különböző karakterekhez, a történethez, jobban beleláttunk és a hátterébe láttunk. Igen, például Marvelnél is volt ilyen azt hiszem, hogy az Avengers előtt vagy után, az első Avengers film után ott volt például a Coulsonról egy ilyen negyed óra, azt hiszem pont, hogy amikor ment a torpörőjért, arról volt egy ilyen pár perces, és akkor valami vidéki úton egy boltban lefegyverzett ott egy banditát, ilyen hihetetlen rúgással, és egyszerűen fogta magát, és tovább ment. Ezek ilyen minik voltak, és érdekes, hogy mozifilmek között is működnek, tehát a Marvelnek ezerféle kísérlete van arra, hogy ugye a nézőket bevonja, ugye a főcsapás vonalon kívül. Ez majd ezek megint egy új műfaj, mert ugye a Treknek sok olyan, talán a mainstreamen kívül elhanyagolt műfaja van, láspirok, képregények, novellák, amik nem mindenkihez jutnak el, és ezzel a negyedórás műfaja lehet, hogy azért behozzák talán a nagy közönségnek is, hogy megszeresse ezt, és működjön, és lehet, hogy egyre több sorozat vagy franchise próbálkozik majd ezzel. Ez önmagában azért egyfajta vírus videó, tehát itt látszik, hogy a CBS nagyon a fiatalokra is rá akar menni, vírus és videó, az amikor látszik a forgalmazáson. Hát vírus videó, hát hol a CBS All Access, tehát az előzetes nem tudom elérni Magyarország IP címmel. Tehát ha így akarja a CBS, de jó, tudom, hogy All Access gyártás és terjesztés, de amikor még egy előzetes sem érhető el, hogy mindegy. Igen, és egyébként bár kifejezetten ugye nincsen Netflix-es terjesztésről, nincsen szó, ezt korábban azt hiszem, hogy említettük is,
De ettől függetlenül ez pontosan annak a jele, hogy valójában, de mi Csabával beszélgettünk erről, és én Csabának azt mondtam akkor, hogy szerintem az második évad bemutatója előtt egyébként ez a Netflixen, hát ha nem is összefűzve, de elérhető lehet. Ez lehet az egyetlen olyan oka, amiért nem érhető el például Magyarországon, vagy egyébként Amerikán kívül máshogy. Ugye ugyanez az eset a Discovery esetében is, ahol a CBS All Access csak az amerikai közönségnek reklámozza, és teszi elérhetővé ezeket a tartalmakat, míg a Netflix az amerikai és kanadai közönségen kívüli, tehát a nemzetközi forgalmazásában. És én azt gondolom, hogy ez a jel, hogy például a Tilly Short Track-ének a kis előzetese sem érhető el egyébként Magyarországon. Ez jelentheti egyben azt, hogy ennek azért van nemzetközi forgalmazása, és mondom, akár a második évad premierre előtt a Netflixen is láthatjuk. De természetesen az előjog a CBS-é, és természetesen a CBS All Access előfizetői vannak kedvezményezett helyzetben mindig. Jó, reménykedjünk, hogy látni fogjuk. Szerintem mindenképpen látni fogjuk, mert mondom én, ez inkább szerintem egyfajta kevcsináló annak, aki vagy nem látta az első évadot, vagy pedig látta, és mondjuk kicsit kritikákat is megfogalmazott, és ezzel esetleg kedvet kap arra, hogy hát, ha a második évad jobb lesz. Tehát csúnya szót akarnak erre, hogy behetető videónak is mondhatnám. Ti egyébként mit gondoltok, jobb lesz a második évad a Discovery-ből? Most legfőszerűen azt mondanám, hogy a második évad végén megmondom, de figyelj, remélem, hogy most már abba hagyják azt, amit eddig műveltek, és végre most már tényleg valódi munka lesz. Most már azért össze kéne rázogniuk. Jó, nem a színészekkel volt a gond szerintem, hanem akkor tényleg egy még egy normális történet legyen, és akkor ne azzal foglalkozzunk, hogy éppen most kivel veszett össze, meg ki ordibál egymással. Ilyen szempontból én boldog lennék, hogyha tényleg látnánk egy végre egy normális ívet a történetben, lennének meglepetések is, és tudnánk, élvezettel tudnánk végignézni, hogy na, végre egy új Star Trek, ami a 21. századnak megfelel. Szerintem mindenki ezt szeretné. Az űrszekereken van egy szavazás, menjetek el, és szavazatok a hangulatjelekkel. Ott arra várjuk a választ, hogy mi az, amit a legjobban vártok, a Discovery másik évadát, az Orville másik évadát, vagy a Picard sztorit, és én azért most itt megsúgom és elárulom, hogy a legtöbben a Picard sztorit várják, és nem hiába, mert azért egy Patrick Stewart, meg egy Jean-Luc Picard visszatérése, és ez megint csak ugye visszatérünk, ez a sokszor mondjuk, hogy 21. századi technikával, de még azzal a látásmód, amivel azért a TNG jellemezte, ugye az, ami az 21 évad azért letett valamit az asztalra, ugye a három akkori sorozat, tehát azért nem csoda, hogy legtöbben azt várják, de elég sokan várják, úgy látom, a Discovery-t is. Igen, ezt én is szóba akartam hozni, hogy ti melyikre szavaznátok? Mit vártok a legjobban? Hát ebben a Picard. Én kíváncsi vagyok végre, hogy mit tudnak kihozni tényleg így, meg Sir Patrick mit tud kihozni újra ebből a karakterből. Én erre vagyok nagyon kíváncsi. Jó, hiányolom, hogy nem lesznek eddig úgy néz ki mellettük senki más a régiekből. Nehéz dolga lesz, mert 78 évesen kell egy 94 évest alakítania, és ő túl fiatal ahhoz, hogy 94 évest játszon. Na, minden más tekintetben alkalmas. A Loganben már ez sikerült, tehát igen, fontos. De ugye a TNG záró epizódjában ne felejtjük el, hogy mennyire megöregítették Picard, aki ugye már itt teljesen megkeseredve, visszavonulva él a francia szőlészetében. Nagyon remélem, hogy semmi köze nem lesz ahhoz a sztori vonalhoz. Amúgy is csak egy alternatív volt. Meg a Voyagerben ott volt egy öreg Geordi kapitány, LaForge kapitány, tehát az is egy alternatív időség volt csupán. Akkor ugye Riker és Worf ugye összeveszése, azt is az utolsó. Tehát az a TNG záró epizódnak az alternatív időség, és akkor az mindig olyan rosszul sikerül, amikor egy epizódban próbálják a nem tudom 20 éve későbbi jövőt ábrázolni, mert ott kitalálnak hülye jelvényeket, meg nem tudom milyen alakú hajókat. Hát itt azért össze kell rittyenteni magukat, mert azért itt ugrani kell 20 évet, tehát itt megint jön majd a nézői elvárás, hogy milyen legyen egy csillaghajó 2390-es években, meg milyen legyen egy egyenruha. És a végén kiderül, hogy egyébként a Picard sztori végig valami francia borászatban, szőlészetben fog játszódni, egy darab csillaghajót nem láttunk benne. Én egyébként, amit a legjobban várok, vagy szeretnék újra látni, azok a Michael Okuda féle jelzők és látványvilág, ez nekem nagyon hiányzik. Jó, a Star Trekből. És remélem, hogy a Picard sztori az alkotók számára is lehetőséget ad arra, hogy nyilván valamennyire modernizálva,
de azért ezt a látványt kapjuk. Nagyon látványos a Discovery is, az átlátszó monitorokkal, és egyébként szép az a híd, és a hajó szép tágas, de hát azért mégiscsak nekünk a Star Trek magja, a TNG, DS9 és a Voyager látványvilága az, ami talán a legtöbb rajongónak visszaadja ezt, és én ezt egyébként nagyon várom. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? És mi van, ha nem kapod meg? Mert mondjuk az lesz, hogy majd az akkori Enterprise hídján ott ül mindenki, és csak székek lesznek a hídon, és mindenki a levegőben hadonászik, mert már mindenki ilyen virtuális konzolokat vezérel. És kész, megvan oldva. Na igen, ez egy érdekes dolog volt mindig a Star Trekben, egy kicsit így elmosolyodok és fölnevetek azoknál a jeleneteknél, persze régi, a 80-as, 90-es években készült epizódokban, amikor azokban a notepad-eken szállítják az információkat, és akkor Jordi kéri az infót, és azért a hadnagynak, az ászlósnak el kell mennie, nem tudom, hogy hova, hogy onnan letöltse. Tehát, hogy manapság, amikor mindig mindent felhőben tartunk, már azért ez egy kicsit fura dolog, de hát ez is maga a Star Trek. És Kirk alá is írja, de volt jelentősége, ugye, amikor a miniruhás zászlósnő, vagy mostabban ugye a segédtisztnő oda ment Kirkhöz, és alá kellett írnia. Hát azért ezek jelentős pillanatok voltak egy Csillagflotta kapitány életében. És szerintem menjünk is tovább mai utolsó témánkra, ami egyébként a szeptember 30-ai közösség találkozónk, ugye ez az őszi közösség találkozónk a harmadik, ismét meghívtuk a Star Trek sorozatok magyar hangjét, lesz tudományos és fantasztikus beszélgetés a Parallaxis keretein belül, és lesz Impulzus podcast kerekasztal is, ahol Kő Gergellyel fogtok beszélgetni, ugye a TASZ, a Animated Series, a Star Trek rajzfilm sorozat non-profit vállalkozás keretében megvalósuló magyar szinkronjának a rendezője, és végül természetesen megint lesz Kocsma kvíz. Attila, tudjuk, és most így a hallgatónak is elárulhatjuk, hogy mivel ő a Delta kvadránsban lakik, ezért nem fog tudni eljönni. Dave ott lesz, én is ott leszek, de ti melyik részét várjátok a legjobban? Melyik az a programpont, ami a legjobban fölkelti a ti érdeklődéseteket, mint rajongók? Hát engem mondjuk továbbra is mondjuk ugye a szinkron hangoknak, mindig azt mondjátok, szinkron színész nincs, hát én mondjuk tényleg ezekkel a színészekkel lennék kíváncsi, hogy na most végre egy, hogy mond tényleg egy élő arcot, egy élő hanghoz tudjak párosítani, mert azért tudjátok, hogy én hogy vagyok így a sorozatokkal, hogy eredetileg én tényleg így a német hangot szoktam meg, tehát hogy most akkor így lássam el, lehet, hogy így is, úgymond ismerem így mondjuk a hangokat, csak most így tényleg azért összepárosít a két dolgot, akkor ez nekem mondjuk ez tényleg ilyen érdekes lenne. Jó, a másik meg azért kíváncsi lennék, hogy a kocsmakiszt hányan tudnák megoldani. Ja, hozzáteszem azért egy-két nehéz kérdést én is előkaptam úgy hirtelen. Tehát ezt mondjuk ezt láttam, hogy lehet. Milyen kemény kérdéseket szállítottál, Attila, tehát én szerintem mindig a fejbakarásnál tartok, de ezt majd a kvíz részvevő is meglátják. Veszlinél? Nem, semmit nem mondunk ki, mivel esetleg ez az adásom a kikerülés a holnapi látogatóink esetleg. Nem tudják majd előre. Én nagyon-nagyon várom a szinkronizáló színészekkel volt találkozást. Ezek mindig gyakorlatilag izzó, jó angulatú beszélgetésekkel kerekedtek, akárki is volt ott. Tehát ők tehát számomra igazi sztárok. Tehát annyit hallgattam, én magyarul is, tehát németül is sokat, de magyarul kifejezetten sokat hallgattam is, mert még NPR-ban is meg volt sok epizódnak a hangja is, akkor így útközben is, és így a teljesen szívemhez nőttek gyakorlatilag a karakterek magyar hangjai, nagyon jónak tartom a magyar szinkront. A nagy csúcsbeszélgetés lesz valószínűleg, amikor Horányi László és Vargati József idézi fel például, hogy milyen volt Pikárnak lenni annak idején. És még ha nem is biztos, hogy mindenki seregnyi konkrét forgatási, tehát szinkronforgatási sztorit fog hozni, ezek nagyon, vagy még ha más témába is mennek majd a színészek, azt is nagyon szívesen hallgatjuk. És hát amiről viszont én semmiképp nem maradnék le, az a Kömlődi Ferenc és Német Gábor, illetve a Parallaxis csapata, ugye Csaba Ádám, és akkor most javíts ki, Ádám, vagy majd kivágjuk, hogy itt dr. Vince Miklós is jelen lesz ezen a Parallaxis live-on, vagy ő későbbi műsorban kapcsolódik majd vissza a Parallaxisba.
Nem, ő sajnos most nem tud eljönni, csak ketten vezetjük Csabával ezt a beszélgetést. Ugye Miklós ugye a Parallaxis csapatának már szerves része, tehát műsorvezetője ő is, tehát sokszor elszólítja a kötelesség, és most úgy gondoltuk, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit másról beszélgessünk, kicsit más irányba beszélgessünk, és ahogy te is említetted, Kömlődi Ferenc jövőkutató, a mesterséges intelligenciák és a 3D nyomtatás szakértője lesz a vendégünk, és még ráadásul elhívtuk Németh Gábort, ugye, Détát, az Android Détát alakító színművészt, magyar hangot, és még... Igen, de ő csak a szervetlen része lesz a csapatnak, mert ő Android. Elnézést, lábópont vége. Így van, így van. Szóval elhívtuk még Németh Gábort is direkt azért, mert úgy gondoltuk, hogy ne csak a színészbeszélgetések részeként találkozhassanak a vendégek a színművészekkel, a karakterek, kedvenc karaktereiket megszólaltató színművészekkel, hanem más programbontokba is, és hát természetesen itt adta magát, hogy az egyébként science fiction kedvelő és Star Trek rajongó Németh Gábort ez a alkalommal ne a színész beszélgetésbe hívjuk, hanem a Parallaxis Live-ba, úgyhogy így van. Egyébként még mielőtt tovább mennénk, érdemes azért elmondani, hogy kik lesztek ott, ugye Erkárpáti Péter, nagyon halkan a Rátok közt Erényi Andrása, ugye ő volt Spock magyar hangja az eredeti sorozatban, ő is elfogadta a meghívásunkat. Ahogy Dave említette, ott lesz Horányi László és Varga T. József, mindketten Picard kapitánynak kölcsönözték a hangjukat. Még előbbi a TV3-as verzióban és a Kapcsolatfelvétel című filmben, úgy utóbbi a Viasat 3-as teljes TNG sorozatban, valamint az Űrlázadás és a Nemezis című filmben. És hát ugye Horányi László, még itt azért zárójelben hozzátenném, hogy az X-Men filmekben ő Patrick Stewart hangja. Végre egy hölgyet is sikerült meghívnunk, Horváth Lili személyében, ugye ő Jadzia Dax magyar hangja volt a Deep Space Nine-ban, és korábban egy a Parallaxisnak adott 2005-ös interjúban ő elmondta, hogy, és talán szeptember 30-án is elmondja újra, hogy bizony ez nagyon nehéz és nagyon tempós meló volt, és ő bizony nagyon keményen megtanult szinkronizálni ez alatt a munka alatt, mert tehát nem volt megállás. Ugye ezt én már többször elmondtam, hogy annak idején ugye a Viasat 3 ezeket a sorozatokat úgy hozta Magyarországra, hogy gyakorlatilag első nap fölvették, második nap keverték, harmadik nap már adásba volt, ha egyáltalán, mert volt, hogy ennél egy kicsit gyorsabban is kellett dolgozni, de a Deep Space Nine-ban még valaki érkezik, méghozzá Páfai Péter, azaz Quark magyar hangja, és hát a Voyager sorozat is képviselteti magát, eljön Vas Gábor, Csekoté magyar hangja, és hát természetesen Holnándor Tuvok magyar hangja, akit nagyon-nagyon szeretünk, és ismételten meghívtunk. Úgyhogy ők lesznek a vendégek, a Médiazabálók Live, azaz Kerekasztal beszélgetés a Star Trek sorozatok magyar hangjaival című panelünkön. Ez követi a már említett Parallaxis Live, ugye Kömlődi Ferenc jövőkutatóval és Németh Gáborral, majd utána az Impulzus Live Kerekasztal beszélgetés során a Star Trek rajzfilm sorozat szinkronjáról fogtok beszélgetni, ugye Kő Gergellyel, a produkció szinkronrendezőjével. Úgy tudjuk, hogy több magyar hang is jelen lesz az eseményen, úgyhogy ők is talán ott lesznek, és őtőlük is lehet kérdezni. Ugye Gergő, Kő Gergely már volt vendégetek itt az Impulzusban, és nemrég meg is jelentetett egy cikket nálunk, ahol leírta a saját szavaival, hogy hogyan jutottak el A pontból B-be, és készült el ez a bizonyos szinkron. Jó, hát mondjuk én szívesen azért leültem volna vele, hogy na, mit csinálnak, hogy csinálnak, mert engem tényleg úgy érdekel úgy belülről, hogy ilyen műszaki, meg ilyen kíváncsi emberként, hogy na most hogy csinálják, hogy mik azok, amikről mi nem tudunk, egy ilyen, amikor belevágnak egy ilyen komoly munkába. Jó, én is tudom, mert ha nem is ilyen hasonlók, de valamit az időnként csinálgatok. Aki csak így ilyen amatőr szinten, ők meg azért tényleg elhivatottan itt nekiállnak. Engem tényleg az ilyen belső mechanizmus, hogy mik történnek engem, ez érdekelne úgy nagyon, hogy ahogy, amit mondtam annak ide, hogy igen, hogy az ilyesmihez kell egy kis adag türelem, elszántság és őrültség is, tehát ha ez a három megvan, akkor működik. És nagyon jól működik, tehát itt már az ötödik részre nagyon jól bejáratottak ezek a magyar hangok, nagyon jól meg lehet szokni őket, tehát már eljut az ember odáig, hogy itt már fölismeri, hogy most a McCoy, a Spock, a Kirknek a hangja, ugye, és pláne ezeket a részeket így teljesen föl eleveníti, vagy sokkal közelebb hozza
ugye az, hogy magyarul tudod nézni. Tehát az mindig azért én ezt elmondhatom, hogy amikor magyarul néztem valamit, és ilyen nehezebben nézhető filmek is közelebb kerültek hozzám, míg ha angolul kellett nézni, de még ha németül is, akkor az ember ugye nyelvre is figyelni kell, meg azért valahogy ugye magyarul nézve tudsz hátradőlni. Tehát én teljesen kiállok a magyar szinkron mellett, és fantasztikus, hogy ilyen igényes és professzionális alkotás készült. Nagyon remélem, hogy Gergely megint mesél a mostában fölvett részeknek a készítéséről, és úgy általában is, hogy tényleg a többiek is megtudják, hogy milyen hatalmas munkafolyamat volt ez a gyártás, és tényleg eltekintve attól, hogy nem a Színművészeti Egyetemet végzett színészek adják a hangjukat, szinte minden ugyanolyan, vagy nagyon hasonló körülmények között zajlik, ha jól tudom, itt egy olyan stúdióról van szó tényleg a legkomolyabb módon, és ezt meg is lehet hallani, tehát nagyon komolyan vették például a háttérhangok, a szájszinkron, meg a szöveg hűségének a kérdését. Valóban megdöbbentően jó minőségű szinkron készült, tehát tévés minőségű szinkron készítette ez a csapat, és nagyon várjuk a további részeket is, és várjuk a pillanatot, amikor a teljes rajzfilm sorozatot magyarul élvezhetjük. Az esemény utolsó menüpontja a szokásos kocsmakvízünk lesz, aminek főnyereménye egy kétnapos, kétszemélyes utazás egy németországi movie parkba, Bottropba, ahol ki lehet próbálni egy valódi Enterprise küldetést is. Mi erről az űrszekereken nagyon sokszor írtunk már, erről a bizonyos parkról, a megnyitáskor is, illetve a megnyitóról is, ahol egyébként Marina Sirtis is ott volt. Dave, Attila, ti mit gondoltok, kipróbálnátok az Enterprise küldetést? Ez nem is kérdés, azt mondom, hogy tényleg, hogy az ember végre, hogy az egy dolog, hogy mondjuk például nézzük a televízióban, vagy megnézzük mondjuk ezeket a 3D-s programokat, de amikor méretrányosan látod, ha nem is ugyanazt a díszletet, amiben mondjuk forgatták, hanem annak egy ahhoz hasonlót, ami majdnem ugyanolyan, azért teljesen más, hogy bele tudod magad élni abban a helyen, hogy jobban meg tudod érteni, hogy mit látol. És tényleg egy élmény, hogy ott sétálsz, majdnem kvázi a 24. században. Igen, és egy nagyon izgalmas sztorit tettek a Movie Parknak a szervezői a látogatók elé, mert ugye itt ráadásul az Enterprise 1701D-vel repülünk, pontosabban hát ugye beleképzeljük magunkat, hogy éppen egy föderációs találkozóra sietünk, de bizony a Borg megtámadja a hajót, és ugye az idegen Borg hajóra visznek át minket, így az Enterprise legénység nélkül marad. Az utolsó remény nem más, mint a frissen kiképzett, csillagflotta kadétként a Movie Parkba belépő látogató, aki gyakorlatilag a transporter helyiségen keresztül érkezik a teljesen elhagyott Enterprise-ra, és aztán ugye tehát a űrkompokkal is részt vesz küldetésben. Itt például ugye át kell törni majd a borghajónak a pajzsát, vagy a főrendszereit elpusztítani, és csak így lehet megmenteni az Enterprise legénységét, valamint van még holofedélzeti küldetés is. Tehát a Bolygók Egyesült Föderáció számít a részvevőkre, így a nyertesekre is. Hát igen, ilyenkor azért elképzeljük, hogy mondjuk egy ilyen küldetést végcsinálni, akkor azért ott vagy a hídon, és ott vagy, és körülötted van. Azért hiába van, hogy például most van az Enterprise-nak a virtuálisan bejárható, Enterprise D virtuálisan bejárható egy Unreal 4-es PC szimuláció segítségével. Egyébként sajnos a CBS pont most hát támadta meg jogilag ugye ezt a amúgy teljesen ingyenesen készülő kezdeményezést. Erről talán majd lehet, hogy a következő adásunkban beszélni fogunk. Mindenesetre itt élőben részt venni ugye az Operation Enterprise küldetésben, az biztos, hogy nagyon izgalmas lesz majd. De a nyerteseknek elég kemény kérdéseken kell átesniük, amiket többek között Attila állított össze, és így ajánlom, hogy mindenki kösse fel a virtuális csillagfotta alsó neműjét. És hát ezeket a fáradalmakat azért ki lehet pihenni a Föderációs plázában, ami szintén a Movie Park területén található, és azért azt tegyük hozzá, hogy ugye itt egy egyedülálló hullámvasút is van, egy Star Trek hullámvasút, ami része ennek az Operation Enterprise-nak, ennek a küldetésnek, illetve ez csak egy része, ez a Star Trek élménypark ennek az egész Movie Parknak, úgyhogy nagyon-nagyon sok szórakozásban lehet része annak, aki nyer, megnyeri a kocsmakvízt és ezt a két fős kétnapos utazást a Movie Parkba, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolunk és sok szerencsét kívánunk az indulóknak. Nincs előzetes regisztráció, aki ott van és szeretne, az tud játszani 8 kategóriában, 8x4 kérdést fogunk feltenni, egyebek mellett a sorozatok, a Discovery kivételével az összes sorozat, a filmek,
egy kis tudomány, egy kis szinkron kategóriában, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a szeptember 30-ai űrszekerek közösség találkozó, amire nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Gyertek el! Hát ha ezt az adást már a találkozó után hallgatjátok, akkor sajnos lemaradtatok, és áprilisig várnatok kell a következőre, de se baj. A négy program közül hármat online streamelünk az űrszekerek Facebook oldalán, tehát a facebook.com/startrek.űrszekerek oldalon. Ez a színészbeszélgetés, a parallaxis, a tudományos beszélgetés, illetve az impulzus kerekasztal, ahol Kőgergellyel lehet beszélgetni, és talán a rajzfilm sorozat több magyar hangjával is. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenki szeptember 30-án a Vault 51 Gamer Bárban, az Oktogonnál, az óca 51 szám alatt, úgyhogy gyertek, mert nagyon-nagyon nagy buli lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Dave és Attila. Csaba igazoltan volt távol, úgyhogy neki jó munkát kívánunk, de ő is ott lesz ezen a bizonyos közösség találkozón, ugye, úgyhogy irány a buli, transportáljatok oda, és Impulzus Podcast-tel legközelebb egy hét múlva jelentkezik a csapat. Addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Az űrszekerek megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mindegy, hogy térsebességgel, impulzus meghajtással vagy transzporterrel érkezel. Szeretettel várunk az űrszekerek őszi közösség találkozóján. Rengeteg program mellett beszélgethetsz, fotózkodhatsz a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, megküzdhetsz a Gornnal, a quiz során pedig értékes nyereményekért mérheted össze tudásod a többiekkel. Szeptember 30-án, vasárnap délután 3 és este 9 óra között a Vault 51 Gamer Bárban, Budapesten, a 6. kerület Ó utca 51-es szám alatt, néhány percre az Oktogontól. A belépés ingyenes. A részleteket keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, a Vault 51 Gamer Bar Oktogon, a Direct Dub Synchron Studio és a Dance FM. Ha otthonosan mozogsz Gene Roddenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerek@emtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerek@emtv.hu